Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki néz és hallgat bennünket. Én Volenszky Szonya vagyok, a képernyő bal oldalán pedig Szentes Róbert, Istenhozott Robi, szeretettel köszöntelek. Sokat beszéltél arról az elmúlt időszakban, hogy egy olyan érába megyünk most bele, vagy korszakba megyünk most bele, ahol ezek a régi struktúrák lebomlanak, mind globális szinten, mind ugye a mi saját egyéni életünkben, és ebbe bele fognak tartozni a kapcsolatok és a párkapcsolatok és a társkapcsolatok is. Sokat beszélgettünk már a párkapcsolat témájáról, de én most szeretném, hogyha a mai beszélgetésünk során inkább így a jövőre fókuszálnánk, ami várható és amilyen irányba kell haladnunk, hogy el tudjuk már tényleg engedni azt, ami régen volt, és a régi mintáinkat. Ahogyan dolgozunk magunkon, integrálunk, oldjuk fel a traumáinkat és a hiedelmeinket, és ahogy egyre mélyebbre merülünk önmagunkban, és emlegesítjük az érzelmi blokkokat az elménkben, vitathatatlanul ugye egyre jobban fogjuk érezni magunkat. Aki dolgozik magán, az tudja, hogy ez nem egy néhány hetes terápia, hanem egy életmód, ami meghatározza a gondolkodásunkat, a szemléletünket és a többi emberhez való viszonyulásunkat is. Míg az egyik oldalon a tudatossági szintünk emelkedik, és vele együtt a rezgés szintünk, egyre integráltabbak vagyunk, sokakban felmerült az a kérdés, hogy hogyan fognak a meglévő párkapcsolataikkal megbirkózni, illetve hogy hogyan fognak egyáltalán párra vagy társra lelni, hiszen abból indulnak ki, hogy ugye a Föld teljes népességéhez viszonyítva csak elenyészően kevesen vagyunk, akik így élünk és így gondolkozunk. Értelemszerűen, akik az önmunkát komolyan gondolják és csinálják, nem tudnak már kapcsolódni olyanokhoz, akik egyszerűen nem így gondolkoznak, nem ezt az energiát rezgik, vagy ugye a régi világnak a felszínes értékrendjében élnek. Na most főleg hölgyekben jelent meg ez az aggodalom, hogy mert ugye ők tényszerűen többségben vannak, akik ugye a spirituális szemléletű önismeret és az elmetisztítás útján járnak, de hogy azt mondják, hogy nem igazán találkoznak olyan férfiakkal, akik hasonlóan gondolkoznának. A régi világ évmilliókig zajló párkapcsolati mintáról már esett sok szó. Na de akik ebből a mintából most már egyre inkább gyógyult szívvel és tudatossággal rezegnek, ők az igazi emelkedők, azok ezekből a régi mintákból és gondolkodási módokból már nem kérnek, mint ahogyan a játszmákból sem. Most hogyan alakul majd az új föld párkapcsolati mintája? Mit jelent ez a gyakorlatban, ugye a férfinő által létrehozott mastermind, vagy magyarul mesterelme? És rögtön itt felteszem a többi kérdést is, mert érzem, hogy ezekre is itt fogsz válaszolni. Tehát, hogy ez hogyan válik lehetővé az emelkedők számára, hogyan tudják megteremteni maguknak és bevonzani azt a társat, akivel majd egy ilyen mesterelmét tudnak alkotni. Ahhoz, hogy az új földön tényleg kialakítsuk azt a paradicsomi életet, azt a minőségi életet, először el kell engedni azt, ami a jelen rendszert létrehozta. Ezeket megnevezem egy picit csak azért, mert amiről a hölgyek álmodnak, az létezik, de ellenrezgések is jelen vannak, és amiatt nem találják, amit keresnek. Egy csodálatos időszakba léptünk, ez a csodálatos időszak, ez viszont nem csak arról szól, hogy hátradőlök, és élvezem a teremtésem gyümölcsét, hanem intelligensen, ésszel és szívvel átlátjuk, ami eddig volt, és tudatosan teremtünk egy jobb világot. Meg kell, hogy nevezzek polaritásokat itt azért, mert a legtöbb emberről nem tud, meg nem szeret tudni azt, hogy a csillámporos póni az majd minden megold. Eddig a kapcsolatok arról szóltak, hogy túléljük, tudattalanul a másikat kihasználtuk.
Tudattalanul a másikat felhasználtuk a mi törött szívű igényeink kielégítésére. Ezt nem tudtuk, mert az ego világában minden úgy volt, hogy a fizikai síkot néztük, azt szemléltük, és akkor azt szerint hoztunk döntéseket. Ennek a világnak vége van, ennek vége kellett, hogy legyen, mert ez egy bántó világ volt. Ahogy említettem, innentől kezdve nagyon komoly, egy emelkedett intelligenciával kell ránézni a világra. Ti hölgyek, eszméletlen erő van a kezetekben most, és most rátok van bízva egy nagy-nagy része ennek az emelkedett világ létrehozásának. Beszéljünk egy kicsit az elakadásokról, mert ha arról nem beszélünk, akkor elakadva maradunk, és akkor az egész csak egy elmélet. A nőket ebben a nagyon alja sátáni rendszerben megtámadták, leredukálták és elhitették veletek, hogy ti ezek meg ezek vagytok, ti vagytok a gyengébb nem, megnehezítették az életeteket nagyon sok téren. Nem lehetett olyan, vagy nem volt olyan pénzkeresési lehetőség, olyan kibontakozási lehetőség. És ez nem egy áldozati történet, ezt te nagyon szépen tudjátok ezt a fonalat vagy göngyölíteni tovább és lefejteni. Akkor az a rendszer, ami eddig volt, ugyanakkor bedobott rengeteg olyan plusz ellenpólust, ami szintén egy támadás volt úgy a nőkre, mint a férfiakra, hogy egy patriarchális rendszert hoztak létre, azaz a férfiak kezébe adták idézőjelben a hatalmat, és egy olyan energetikát, egy olyan erőharcot, egy olyan hatalmi harcot hoztak létre a nő és a férfi között, hogy egyik fél se érezze magát jól. Az ego világában a férfi energia, a fizikai cselekedet és a férfi az uralkodott, és annak volt a jutalom odaadva, az igazi női energia, ami az érzelemvilág, az érzelmi intelligencia, ami az igazi teremtés motorja, az ki lett gúnyolva, le lett redukálva, és így a nőket tovább bántották, úgy, mint a női aspektusokat a férfiba teljesen leredukálták, egy érzéketlen tuskó világ jött létre. Na most, miért fontos ez? Ezt nem tudja az ember, akkor nem tudja, mi kell korrigálni. Minden rendben jön, ha tudjuk, hogy mi okozta a jelenlegi nem kívánatos felállást, és akkor annak az ellenkezőjét szinte 180 fokos fordulattal elkezdhetjük csinálni. Azért hívták ezt invertált mátrixnak, minden a feje tetején áll, és na most. Jön akkor a nem olyan varázsos, egy mesés része az előadásnak. Amikor egy nő őrjünk, és a nő őrjünk, ezt te is tudod, női energia őrjünk, több millió évről beszélek itt. Voltak olyan civilizációk, ahol a nők voltak nyerekben, és teremtettek, és jól voltak, de az alapfelállás, nem csak a Földön, hanem univerzális szinten az, hogy a nőt támadták, a nő őrjünk. A nő jogosan vágyik egy normális férfira, aki balanszban van, aki nem hárít, aki két kezével tud úgy dolgozni, meg teremteni, mint van egy szíve is, amit bevállal, és az érzelem világát pedig meggyógyítja, mert ez lenne a cél, hogy talpra esett férfiak, akik nem hárítanak, és az önmunkán keresztül visszavállalják az érzelem világukat. Ettől lesznek igazi férfiak. Ezt nem mondta el soha senki semminek, mert a férfiakkal pedig elhitették, hogy az férfiatlan, hogyha az ember érez. Az férfiatlan, hogyha nem fütyül a nő után. Az férfiatlan, és rengetegen hiedelmekkel tele tolták az elménket.
Olyan sokat akarok mondani, tudod, pont beszéltük, hogy olyan, Igen. ez egy nagyon-nagyon érdekes, ilyen kérlek, kérdezz, ha úgy érzed, hogy finomítani kell, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Nekem ugye a képzésem az abban van, hogy én tudom a régi rendszernek a stratégiáit, és tudom, hogy mi miért nem működik. Ennek az ellenkezőjét csinálják, akkor az működni fog. Mert azt is tudom, hogy a teremtői szinten egy magasabb dimenzióban mit kell csinálni ahhoz, hogy tényleg működjön az élet. Tehát akkor, ahogy említettem, ez lesz a nem olyan szép rész az előadásnak, de akit érzem intelligenciával bír, nőkről beszélek, meg férfiakról is természetesen, az át fogja látni, hogy a nő őrjöngésében elutasított nagyon sok olyan erőforrást, amitől ő boldog nő lehetne és maradhatna. Bár a boldogság az egy kicsit túl spirizett, meg túl tolt kifejezés, mindnyájan szeretnénk egy értelmes párkapcsolatban lenni. De, és most jön a de. Nézd meg, ne csak magadat, hanem a világot. A férfiak rettegnek a nőktől. Rettegnek a nő bántásától, a nő zsarolásától, a nő anyagi tönkretevésétől, a kiforgatásától, és ez a lista, ez nagyon hosszú. Így vannak programozva a nők. És ezt szándékosan csinálták. Úgy a férfiakat, ahogy minket betettek, nem magamról beszélek. Mondjuk rám is igaz volt, hogy egy power position-be, tehát betettek egy nagyon magas fizetésű, egy komoly pozícióba. Én azért teljesítettem is, tehát rám nem volt igaz, hogy én, tudod, kivételes voltam, de a férfiakat lebutították, a férfiakat elférfianatlították, most az rakjátok Igen. össze, légy szíves. Jó, tehát a férfiasságoktól megfosztották őket, de ez úgy történik, hogy csak az elmén keresztül. Hogy mondják, hogy ez nőies, ez férfias, ez az. Olyan háttérprogramozás folyt itt, hogy magyarul van egy jó mondás, hogy az ember tényleg nem tudja, hogy fiú-e vagy lány. Ezt szándékosan csinálták. Arra van szükség, Szonya, egy magasabb szinten. Ez válasz a kérdésedre, hogy állítsuk le úgy ezt a mozit, hogy vizsgáljuk át intelligensen. A nő bocsásson meg magának, és engedje közel magához a férfit. Ez egy energetikai kifejezés. Te tudod, a közelség, akkor ott a tantrum, tehát az ego őrjöngései. Olyan szinten szeparációban élünk, hogy ebben a szeparációban csak részleges megoldások juthatnak. Azért mondtam, hölgyek, hogy rajtatok nagyon nagy hangsúly van, és a ti intelligenciátokra nagyon nagy szükség van most. Ez nem azt jelenti, hogy mi majd ott kolbászolunk a réten, és akkor lesz, ami lesz, hanem nektek kell az érzelmi intelligenciátokat úgy megemelni, integrálni, hogy ne féljen a másik nő és a férfi tőled. Én ismerek egy pár olyan srácot, akiről te beszélsz. Miért nincsenek ezek? De vannak, de rettegnek, és azt mondják, hogy inkább szingli maradok, mint hogy kiraboljon a válás után, hogy elvegye a gyermekemet, hogy letámadjon, hogy összetörje a szívem, hogy tönkretegye az életemet. És ez az alaphozzáállás. Én most tudom, hogy technikailag nem mi törjük össze a saját szívünket, de ők nem tudják ezt, tehát ők ezt mondják. Mondok valamit. Mikor én elváltam, basszus, nem is tudom, 98-ban, egy eszméletlen cserbenhagyás, egy árulásban éreztem magam. Én egy értelmes srác vagyok, mondtam neki, hogy figyelj, vegyünk egy házat, vagy akkor veszünk egy házat, egy évet kérek tőled, hogy ezt a túlvállalt, anyagi, rizikós,
dolgot korrigáljuk, egy év után minden visszatér. Benne vagy? Benne. Rá 2 hónapra beadta a vállópert. Na most. Ez engem olyan szinten tönkretett, úgy érzelmileg, később anyagilag, hál' Istennek mindig jó voltam, pénzrezgésem. Voltam szegény, de nem az volt az alaprezgésem. Mindig tudtam teremteni, és ezt miért mondom? Utána beperel, gyerektartás, a gyerekemet átvitte Arizonából Miami-ba, tehát ez egy 3000 mérföld, ez egy 5000 kilométeres út. Egy aljas, gerinctelen világban éltünk, és ha én nem lettem volna így fentről segítve, irányítva, és nem lett volna ez a DNS kapcsoló beállítva, bekapcsolva bennem, én nem lennék itt, én tönkrementem volna. És rengeteg ilyen ember létezik, úgy férfiban, mint nőben. Az ember egy felelőtlen, aljas lény volt. Felelőtlen és aljas. És ezt te tudod, mert a belső körökben nagyon sokszor mondom, és most ez az aljasság látható. Bántó, traumatizált, aljas. És akkor itt jön ez a bosszúvágy, a szívtörés, ez a semmi másról nem szólt. Igazán a fizik az az ego világa, ha belegondolsz, és ezt a nagyon jól tudod. Mint manipulációs mintákról, mint stratégiákról, és mint egy szívtelen, őszintetlen, megalkuvó félmegoldásos világról szólt. Ezt a nagyon jól le tudod bontani, mert ez már kvantum pszichológia, és ott vannak a több tízezer réteg, hogy ezt hogy lehet gyógyítani, meg hogy lehet ebből kiszállni. Tehát ez volt az a rész, ami nem volt olyan szép és kellemes, de azt hiszem, hogy ezt én mondtam, hogy én az emelkedőkhöz beszélek. Mi visszajöttünk a jövőből egy nagyon magas intelligenciával. Ezt mi valahol most már tudjuk, mert egyre inkább evidensebb, hogy mi kezdtünk átlátni ezen a rendszeren. De nagyon sok bántásban volt részünk, amit azért kell elengedni, mert anélkül nem tudjuk átvenni a vezetést az új földön. Tehát ti hölgyek, meg kell bocsájtanatok úgy a nőnek, mind a férfinak, erre vannak technikák, metódikák, megközelítési módok, mert ez nem egy lépéses valami. És Tehát, kiszállni hogyha bántó. bocsánat, Mondja. csak összefoglalni akartam, tehát lényegében arról van szó, hogy itt a női alárendelés, ami zajlott évezredeken keresztül, ugye olyan belső elmei őrjöngés támadást hozott létre a férfiak irányába, hogy elkezdtük a férfiakat mi magunk kiherélni, és utána csodálkozunk, hogy olyan pasikkal találkozunk, amikkel találkozunk, de hogy ennek a harcnak előbb vagy utóbb vége kell, hogy legyen, és az a nőből indul ki, hogy megtanuljon Igen, igen. megbocsátani az elmémesét. Nagyon szépen mondtad, és jön akkor egy olyan kijelentés is, ami tudod, én engem nem érdekel, hogy kinek tetszik, kinek nem. Szándékosan tönkretették a kapcsolatainkat, és rengeteg gyermek, fiúgyermek az anyjával maradt. Ez érthető, tehát nem is kell ezt taglalni, viszont az a nő, aki egy egyedülálló anya, nem fogja tudni azt a fiút igazi férfivá nevelni. Mert nem megy, nem, nincs benne. Tehát ez hogy aki vegetáriános, az nem fog húsból főzni. Tehát szükség van úgy a férfira, mint a nőre, de ebben a nagyon profi, pszichopata, szeparáltságot teremtő világnak úgy váltunk áldozataivá, hogy nem is tudtunk róla. Amikor, mert megmondom miért. Az átlag ember azt hiszi, hogy a kormány, ők ott fent, akik ők nem is élnek már, hogy ők értünk vannak. Nem. Ez egy eszméletlen sallel az emberiségnek. Ők azért vannak, hogy minket kihasználjanak. Ők azért vannak, hogy minket leredukáljanak, az önbizalmunkat alacsony szinten tartsanak, az energiánkat, úgy a pénzünket, azon keresztül ki tudjanak minket zsákmányolni és rabolni. Ezeket a kijelentéseket én nagyon precízen alá tudom támasztani, nem ebben a videóban, csak ez egy invertált, egy hiedelem világnak az ellenpólusa, ami igazán folyt itt.
ezt a látszólagos képzeletbeli kormányt, ami igazán 1000 ember volt csak a Földön, aki szadiszta milliárdokat, de csak azért, mert túl lusta volt az ember ahhoz, hogy gondolkodjon. Nagyon profi ez a pszichológia. Tehát azt mondja, hogy lusta, tudod, mondta mentális tunyaság, igen, tényleg az volt. De miért? Mert abban a pillanatban, amikor elkezdett haladni valaki a kiúton, a kifelé ebből a csávából, jöttek a büntetések, jöttek a negatív érzelmek, jöttek a félelmek, a szorongások, és mivel soha nem volt igazán csak az elitnek jó mentoruk, az embereknek visszafordultak és megrekedtek. Ami egy gyönyörű végcél, és ez volt az igazi cél nekik, akiket a legtöbb ember bálványoz és dicsőít. Jó. Tehát akkor ez van, hogy ti hölgyek, intelligens, emelkedő, szívvel, ésszel bíró hölgyek azt mondják, hogy kezünkben van a hatalom, kezünkben van a teremtő erő. Ezt a teremtő erőt viszont el kell kezdeni úgy idomítani és irányítani, hogy az általunk lerombolt világot és megtámadott világot hagyjuk most már lerombolódni, nem lehet elkapni egy zuhanó repülőt, az érjen földet. Most erre szól az világ, szétesik minden. Hogy a Biblia is mondja, kőkövön nem marad, ennek így kell lenni. De teremtsünk újat, teremtsünk jobbat, ne ismételjük a múltat, és akkor itt jön az elme tisztasága, egy tisztulat, bocsánat, egy tisztulatlan elme nem tud újat teremteni. A tisztult elme tud rálátni úgy dolgokra, hogy mondok egy egyszerűen, de figyelj, ne haragudj, örjöngtem, fájt az élet, féltem, próbáltam magam védeni, engedjük el ezt a múltat. Erre vannak technikák, tehát ennél sokkal mélyebb a dolog, hogy ne haragudj, ha bántottalak. Nem tudtam, hogy van más. Soha senki eddig, ezt te is tudod, nem beszélt az igazi megoldásról, csak fél megoldásokról, ami az ego világa. Jó? Tehát én ezt tudom nektek javalni, hölgyek, hogy ezt a szívbéliségeteket, ezt a gyönyörű teremtő erőtöket úgy alakítsátok át, hogy úgy, mint az állatok, úgy a férfiak, úgy a teremtő, úgy a jó energiákat engedjétek vissza magatokhoz, mert azzal indul be az új föld. Mi vagyunk az új föld. Csak mindenki azt, hogy ez egy ilyen fizikai izé, ezt megnyílik a csillagkapu, és akkor te meg, de kinek van nagyobb űrhajó, jó, megyünk át a plánet, maradunk, mi maradunk, ahol vagyunk. A szívünk a csillagkapu. Jó. Tudom, Jó. hogy kihagytam egy pár dolgot, de most kérlek, Nem baj. kérdezz vissza. Nem, visszaterelek. Tehát arról van akkor szó, hogy most mi nők szépen összekapjuk magunkat, begyógyítjuk a saját szívünket, bántalmazottságunkat, elengedjük az áldozati mintáinkat. És nagyon fontos, hogy a nők arról jöjjenek le már végre, hogy állandóan, tudod, sokszor hallom vissza, hogy minden pasi ilyen disznó, és a többi. Nem, tehát, hogy ezt el kell felejteni, a nő gyógyul, és ahogy a nő gyógyul, ahogy újra közel tudja engedni magához a férfit, azzal kezdjük el a férfiakat is emelni, és a férfinak visszaadjuk a férfiasságát, hogy ő Igen. újra le tudja tenni azt a félelmét, hogy ő fél a nőnek az elutasításától, fél a nőnek a bántásaitól, és így tovább. És akkor tudunk egy olyan pontra eljutni, hogy létre tud jönni a mesterelme férfi és nő között. Na most, na ez hogy néz ki? Ugye te ezt éled. Tehát ti egy ilyen gyönyörű példát mutattok nekünk, ugye, Uli, valahogyan ti ketten tényleg összetéve férfi és női energiákat mind a ketten nagy integrálva egy olyan tényleg isteni párt alkottok, bocsánat, ez már az én szubjektív véleményem, hogy az ember azt mondja, hogy na, én is ilyet szeretnék majd egyszer. Oké. Okay. Ahogy mondtam, ez egy nagyon izgalmas téma, mert annyira kézzelfogható, és a gyakorlati síkon is, ez fontos most, nagyon nehéz utunk volt. Ennek a mesterelmének a kialakulása az a sötét erők rémám. Tehát apait annyit bedobnak, hogy ez nem már összejöjjön. De miért nem? Mert akkor a yin-yang, egy pár,
egymásért van, és nem egymással tudattalanul erőharcokban, mint a legtöbb kapcsolat. Egymásnak rálátunk azokra a holdpontjaira, amit ő nem lát, ahogy Uri az enyémre, én az övére. Amikor ez van, akkor kialakul egy olyan kapcsolat, úgy hívnak, hogy partner kapcsolat. Az átlagember az egy relationship-be, tehát egy kapcsolatban van, de kapcsolatlanul van egy viszony. Az a relationship az egy viszonyban van, de nincs partnerség. Nagyon finom szó, és eszméletlen komoly dolgok múlnak rajta. Azért az emberek nem voltak partnerek. És amikor az ember elengedi, ahogy te mondtad nagyon szépen, így a nők elengedik a férfi iránti örjöngést. A nő iránti örjöngést is, mert a nő eszméletlen egy versengő, egy fenevad energiával bír. Tehát az árnyvilágunkban ott van a fenevad, a szexuális fenevad, és a legtöbb nő az egy szexuális fenevad. Az ő szexualitását használja úgy megtámadni másik nőt, mint bekebelezni azt a pasast. Na most, amikor a férfi sebzett, én is beleestem ebbe a csapdába, akkor kézzel, lábbal ugrunk be abba az elfogadásba, amit ajánl a 3D-s világ, mert jól esik. De ez nem azt jelenti, hogy nem sebzett. Az Újföldön szónja nem lesz sebzettség. Ha bárkinek valami nem működik, egymásnak segítünk. Nem fogjuk kihasználni fenevadként a másik elakadását. A háromdimenziós mátrix erről szólt. Gyenge vagy? Kihasználó. Nagyon sok gyengeségünk van, ezeket a gyengeségeket vissza kell integrálni, ez mind az elmében létezik csak, és ezt a kihasznállak, nehogy nekem jó legyen, ezt az önző magatartás, viselkedés, mint ami a sátáni programozásnak a tökéletes megjelenése, ezeket kell magunk mögött hagyni. Ez csak belső munkában megy, mondtad. Tehát ez a mesterelme. Nagyon fontos a partnerség, nagyon fontos, hogy a nő és a férfi között ne legyen viaskodás. Lesz, de azokat meg kell oldani. Legyünk egymásért, és ne egymás ellen. És egy nagyon furcsa, ezen én is átmentem, és nem tudtam megfogalmazni, hallottam, de akkor tudod, hogy alacsonyabb tudatossági szintről eznek nem volt értelme, hogy amikor az ember, amikor a nő és a férfi a teremtőt szolgálja, akkor jól van. És akkor kérdés, oké, ez mit jelent? Igazán annyit jelent, hogy ha kiürítjük az elmét, elengedjük a konfliktusainkat, a traumáinkat, a mások való új mutogatásokat, nő, férfi, 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 stb. Több verzió van, akkor ez a pár, és ez az az ötödik dimenziós modell, megnyugszik. Nem szeretetet keres, mert azt már megkapta föntről. Nagyon fura, olyan finom energia. Nem azt mondja, hogy gyere, szeress. Ez a szívtörés, gyere, szeress, fogadj el, értsél már meg, figyeljél már rám, ez a szívtörés. És ezeket az erőforrásokat, ahogy próbáljuk a külvilágon keresztül behajtani, ami nem megy, pedilizünk, mert ez a keresés, ez egy ilyen lehetetlen misszióként jelentkezik az életünkben. Ahogy most te is, ugye a téma itt, hogy miért nincsenek normális férfiak, akik a spirituális útján, Mendrada, lennének, ha a nőnek magasabb lett volna a nívója. Nagyon sokat látok én is, úgy a diákjaink közül, úgy a világ több részén, hogy a nőknek nincs hite. Férfiaknak sincs, de most beszéljünk kicsit a nőkről. Ha a nő azt mondja, hogy itt van ez a föld, itt van most 8 milliárd ember, 99%-a nem is ember, mindegy, hagyjuk. És azt mondja, hogy szeretnék egy intelligens, érett, spiritualitást is magába foglaló partner kapcsolatot. Nagyon szép. És tudod mit? Az univerzum kereső kereke és az adó gépezet beindul.
De amíg azt mondja a nő, hogy miért nincsenek, addig megválaszolatlan kérdései vannak, azaz integrálatlan részei vannak. Mikor az ember a hölgyekről beszél, aki azt mondja, hogy oké, ezt szeretném, mi bennem ez ellen az ellenállás? Milyen programok léteznek, létezhetnek még bennem, ami miatt ezt én nem tapasztalom, vagy nem látom? És akkor ott vannak azok az árnyi programok, azok a hiedelem programok, amiről te már tudsz, és látod, hogy egy nagyon precíz, de nagyon kacipántos és egy invertált világnak voltunk így a szereplői. És amikor a nő azt mondja, hogy miért nincs férfi, akkor nem lesz férfi. Ha a nő le tud nyugodni, és azt mondja, hogy elkezdem szeretni magam, az én általam, most a nők nevébe beszélek, az én általam képviselt energia, a teremtés, a szeretet, az a megjelenés, teremtsen egy olyan vonzást, egy olyan teremtő energiát, amitől hozzám be tud, vagy hozzám közel mer jönni ez az illető, ez a férfi. Na most, egy olyan kozmikus időcsavarban vagyunk, hogy lehet, hogy ez a férfi az Arcturi, vagy a Pléiadi bolygóról jön. Mert eddig az a látvány embernek ez olyan magas volt, hogy ha-ha-ha, ne vihogjál szívem, azért vagy, azért nincs normális pas, mert ha-ha-házó. Az női aljasságot el kell engedni. A női manipulációs mintákat fel kell oldani. Ezt te tudod. Mi tudod, már jó ide ismerik egymást, meg ismered a kvantumpszichológiát, és stb. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ezeket, aki nem oldja fel, az engedélyt ad tudattalanul a rossz minták terjedésének, vagy terjedéséhez. Az emberek nem értik, hogy attól, hogy valami neked nem tetszik, és nem csinálod, amíg az integrálatlan, azt te tudattalanul terjeszted. Engedélyt adsz neki, egyenlő. You approve, tehát magyarul jóvá hagyod. Tehát nők, rajtatok van a világ szeme. Ahogy volt egy videóm is, így a belső körben is kitettük azt a 10 perces kívánatot, hogy az arab nők például eszméletlenül kudarcot vallottuk. Az áldozati minta, amiben ők vannak. A hülye férfi, az ez, igen, hülyék, tényleg, de állj ki magadért, mert te tudod megváltoztatni a világot a te hozzáállásoddal, az elmevilágoddal. Tehát én értem, ami van, az van, levezethető és magyarázható, de az a lényeg, hogy nem magyarázkodjunk, hanem változtassunk. És a homeosztézis világában a változás az egy rémálma volt, úgy az egónak, mint a rendszernek. Jó. Igen, két dolog is eszembe jutott most. Az egyik, ez pont a minap hangzott el a szádból valamelyik belső csoportunkban, hogy ami ugye nincs jelen az életünkben, de ugye vágyunk rá. Most ebben az esetben, ha egy hölgy vágyik egy, nem tudom, integrált férfira, akkor az azért van, mert tudatalat elutasítottuk magunktól, és egyúttal támadjuk is. Tehát ami nincsen az életünkben, azt elutasítjuk és támadjuk is. Tehát nagyon érdemes befelé menni és megnézni, hogy ez honnan ered. A kérdésem pedig az volna, hogy ha jól értettem, akkor a mesterelme vagy a mastermind férfi és nő között úgy tud létrejönni, és az az alapja, hogy együtt egymásért létezünk. És nem arról szól, hogy ami ugye a régi kapcsolati minták voltak, hogy ugye a másik szeressen, törődjön velem, figyelj rám, és a többi. Na most, ha valaki annyira integrált, hogy minden erőforrását szépen helyreállította magában, tehát nem kívülről várja már, hogy szeressék, törődjenek, figyeljenek vele, vagy figyeljenek rá, akkor arról szól, hogy itt az az én kérdésem ilyenkor, hogy akkor tulajdonképpen van-e egyáltalában szükségem bárki másra magamon kívül, hiszen minden itt van bennem, a helyén begyógyítva, integrálva bennem, nincs szükségem senkitől semmire bizonyos értelemben, tehát akkor mi lesz itt a kapcsolódási motiváció a másikhoz? Mind a két félnek van nagyon fontos feladata, és ad be a közösbe. Bármennyire integráltak vagyunk az elmében, a férfinak kell a nő, a nőnek kell a férfi.
úgy energetikában férfinői energia, mint az érzelemvilág és a tett, a cselekedetek, azok ugye a férfi energiák. Viszont ebből a tradicionális szekáló elvárásokkal teli világból átmegy egy olyan magasabb rezgési világba, hogy respektálják egymást. Tehát én tudom, hogy te ott vagy egy integrált nő, van mellett egy integrált férfi, itt barátság van, itt kapcsolat, partner kapcsolat van, és egy eszméletlen, komoly teremtői kapcsolat. És segíts meg kérlek, mert elfejtettem az egyik kérdésedet, hogy... Melyikre gondolsz? Most csak egy kérdést tettem föl Csak egy igazából. Tehát kérdés. ugye az a lényeg, hogy igen, hogy ezt hogy képzeljük el, hogy Jaj, például most jaj. már kezdem látni, hogy igazából a férfinő az ugye kiegészíti egymást. Tehát itt vagyok én ezt tudom neked adni szívből, kiegészítem, ha kell, a női energiámmal, a férfi energiát, te itt vagy a férfi energiáiddal kiegészíted az énnel, és együtt alkotunk valamit gyakorlatilag a teremtővel egy szent háromságban, és mellesleg annak a mellékterméke lehet egy jó társkapcsolat is. Valahogy így? Igen, igen, nagyon szépen mondtad. Tehát azon gondolkozom, ez a kiegészítés, hogy ez a legjobb szó. Jó, tehát jellemzi itt az energetikát. Igen, mert hogy olyan, mintha hiányos lenne a másik. Igen, pont az volt nekem is így a gondoltam. Ha valami feljön, akkor azt majd beillesztem, de az az igazság, hogy megint annyi mindent akarok mondani, és tudod, meg kell szüntetni a férfi és a nő közötti harcot. Ha az megszűnik, ami jó sok munka, mert olyan finom, több tízezer hiedelem, meg ilyen kacifántos ujjamutogatás van, meg tudod, stb. Ezt te tudod, hogy amikor megszűnik ez a harc, ami bennünk van, vádoljuk ezt, vádoljuk azt, közben titokban, tudatlan az Istent vádolunk, minden ez az ego álma. Erre mondtam veled, hogy a veled egy évvel ezelőtti kapcsolatban, hogy az ember istentelen lényé vált. És egy olyan erős szó, ez olyan fáj, olyan bántudat, tényleg az ember ezt tudja magába integrálni, látja, hogy tényleg másba keressük az erőforrást, magunkat nem szeretjük, félünk, túlélési félelmeink vannak, nem bízunk senkibe, semmibe, és amikor ezeket elkezdjük oldani, és már nem örjünk, nem támadunk, megszűnik a harc, akkor, és ez egy gyakorlati javaslat is, akkor mondod azt, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Teremtőm az egészségemet, köszönöm ezt a jólétet, köszönöm ezt a bőséget, mert amikor az ember itt van, már nem tudsz nem jól lenni. Ez olyan hipnotikus izé volt, de értem. Ja. Köszönöm. És akkor most jön egy font, hogy és úgy szeretnék egy igazi, szívbéli partner kapcsolatban egy értelmes élet. És akkor beteszed ide, amit szeretnél. Köszönöm. És utána elengeded, nem tud nem megtörténni. Tehát az univerzum az úgy működik, hogy minden megteremthető. A régi ego világában mi úgy éreztük és úgy gondoltuk, hogy van egy készlet, amiből nekünk gazdálkodni kell. Ez ismerős. Ez igaz a férfi-nő készletre, az állás lehetőségekre, stb. De hogyha az ember már nem ebben a világban kutat, hanem egy magasabb, egy maga biztosabb világba rezgi, vagy integrálja magát, akkor azt is tudja, hogy már nem ez a világ, ez hitetlenségből áll. Itt, ha ez meggyógyul, felmegy az ember ide, hogy megköszöni, hálát ad, hogy ez van, és azt mondja, hogy most ezt szeretném megtapasztalni. Az univerzum azt mondja, hogy tessék, parancsolj. És itt kell a hit, itt kell az integráltság, és nem kell krisztusi tudatosság ehhez, háború, harc, belső harcmentesség szükséges viszont.
Egy érdekességgel szeretnék most rátérni. Te korábban említetted nekem röviden, hogy a csillagmagoknak a szerelmi életét ártó szándékkal szabotálták a régi világnak a sötét erői. Erről egy kicsikét mesélnél nekünk, szerintem aznak sokan örülnének. Persze nem akarok abba a hibába esni, hogy akkor most azt mondjuk, hogy azért volt olyan rossz a szerelmi életünk, vagy sokan lehet, hogy így érzik, mert hogy csillagmagok vagyunk, és ezt direkt csinálták kívülről, mert ugye nem menthetjük föl magunkat az önmunka alól. De erről mégis, ha egy kicsikét mesélnél nekünk, azt megköszönöm. Sok címke van, fénymunkás, útmutató, wayshore, meg stb. De mi, aki tényleg a fényt képviseli, nagyon sokan azt hiszik, hogy a fényt képvisek, és nem az. Tehát nagyon sokan hamis fény képvisel, csak mondom a hallgatóságnak, hogy attól, hogy valaki jókat mond, attól nem biztos, hogy jókat is rezek. És ez most mind a felszínre kerül. Az igazi fény, az igazi Krisztusi út, ami a belső munka, aki azonban azt számukra láthatatlan dimenziókból látják, a mi lélekszerződésünk, az akasánk, abban mind benne van, hogy kik vagyunk, merre tartunk, vagy merre kéne tartani, az, hogy kik vagyunk, az változtathatatlan, hogy merre kéne tartani, az egy látszólag rugalmas út. Nagyon magas szintről segítenek nekünk, viszont az alsóbb rétegek, az alsóbb dimenziónás világ, ez tele van sorlódásokkal. A sorlódások legfőbb oka az, hogy nem tudtuk a játékszabályokat, nem tudtuk a felállást, és korábbi inkarnációkban aláírtunk olyan szerződéseket, amiről nem tudunk. Az univerzumban, az életedben, az én életemben, a mi életünkben nem történhet semmi olyan, ami nincs szerződésbe foglalva. Tehát ezt tudni kell, hogy nagyon precízen dokumentálva van minden, és csak szerződés szerint működik. Lélekszerződés, és rengeteg embernek, mindenkinek, aki ugye egy kicsit úgy gúgy is, de használja az eszét is, meg van szíve is, tele vagyunk olyan több tízezer tudattalanul aláírt egyezményekkel, szerződésekkel, miszerint mi nem fogunk tudni sikeresek lenni a fény visszavállalásában. Ennek a fizikai síkon akkor vannak anyag, hogy tessék, itt van egy anya, aki brutális. Itt egy apa, aki egy hanyag, iszákos valaki. Akkor itt egy partner, aki maga az Antikrisztus. Nekem a siker az első. Nem mindenben van jó, mert ugye vele jöttem ki az USA-ba, de rengeteg olyan partner kapcsolatunk a csillagonak van, ami abszolút ez szadista, sötét, bántó, leredukáló, és azt szeretném kérni most itt a hallgatóságtól, hogy menjünk bele egy picit az áldozati mintába. Mert azt mondjuk, hogy ó, én nem vagyok áldozat, nem a csodát, nem. Vállalt fel az áldozati mintát, csak akkor tudod feloldani. Ránk volt erőltetve olyan életkörülmény, anyagiak, partnerek, gyermekeket kaptunk, akik abszolút egy teljes, akár romboló hatással is lehetnek. Azért, hogy elkedvtelenítsenek minket, és lebeszéljenek az útról. Mi a fény? Nyugalom, igazság, tisztaság. Az emberek nem tudják, mi az, hogy igazság. Aki az igazságot nem tudja bevállalni és kutatni, és az elmény keresztül tényleg fellelni és bevállalni, az nem a fény. És ez egy nehéz út. És akkor a partner kapcsolataink, a gyermekeink, azoknak, akiknek van, mind arról szóltak, hogy nehezítsék az utat, akár lehetetlenné is tegyék, de egy nagyon magas szintre ránk vigyáztak, és mindig adtak egy intuitív megoldást, egy kiutat. Tehát szeretném azt kérni a hallgatóságtól, vagy nézőktől, hogy tudd azt, hogy
Jól látod, igen, brutális, tényleg egy narcisztikus parasz világba jött, vagy az én első parasz, mely eszmetlen narcisztikus nő volt, de amíg én abban az energiában, az örjöngő, meg nem, el nem engedett energiában rezgek, addig nem tudok felülkerekedni, addig ezekkel az illetőkkel tudok csak találkozni. Ezért nagyon fontos, ez önmunka, de ez önmunka nagyon mély. Remélem megválaszolta a kérdésed. Igen, köszönöm szépen. Sokan számolnak be arról, hogy olyan kapcsolatban élnek, ahol a partnerük ugye nem dolgozik önmagán, nem osztja ezeket az Isten igazságokról szóló nézeteket, nem emelkedik, nem integrál, és a többi. Most mit tanácsolsz azoknak, akik ilyen kapcsolatokban élnek? De ugye ők szeretnének jönni, tovább szeretnének emelkedni, viszont azt látják, hogy a partnerük erre abszolút nem nyitott, nem dolgozik önmagán. Kell-e próbálni emelni, gyógyítani ebben az esetben a másikat, és együtt tudnak-e maradni az ilyen párok, vagy szembe kell nézni azzal, hogy ennek bizony véget kell érnie ahhoz, hogyha emelkedni szeretnénk, hogyan képzeljük ezt el? Nagy százalék a kapcsolatoknak szét fog most esni. Ez egy tény. De miért? Mert rossz alapokra volt helyezve. Ahogy említettem, rossz energiák, kihasználás, túlélés, stb. Tehát manipulációs minták. Jó? Amikor én nagy technikát létrehoztam, most már 2 éve körülbelül, az egyik ilyen nagyon érdekes. Akkor még nem volt evidens számomra, mikor jött le az információ, raktam össze ebből a több mint 10 éves kutatásból, hogy amikor bennünk diszonancia van, most beszélünk a nőkről, amikor a nőben diszonancia van, hogy miért nem, itt van a partnere, a férje, a pasija, hogy ő miért nem az, amit ő szeretne. Amikor az embernek elvárása van, az elvárások egy alacsony rezgés szinten a szívtörést jellemzik, vagy annak adnak, vagy azt mutatják, hogy az rezeg. Gyógyítsd meg a szívedet. Még miért mondom a nagy technikát? Mert ha a nő kibillen érzelmileg, bűntudata van, szomorú, frusztrált, csalódott, ez mind nem létezhetnek ezek a rezgések, ha nincs alul bűntudat, ami az ego fegyver. Azért akkor meg tudod mondani a saját érzelemvilágodba felfedezett diszonancián keresztül a másiknak, hogy ez meg ez a pszichológia játszódik benned. A legtöbb nő azért érzi ezt, mert úgy érzi, nagyon mély, hogy kudarcot vallott a férfi felett. Oké? Ez egy nagyon fontos energia, és több tízezer részből áll. A férfi ugyanúgy kudarcot vallott a nő felett, tehát az ellenpólus, tehát nem, itt nem az van, hogy valaki jó fej, másik nem. Amikor mi érzelmileg kibillenünk, az azért van, mert bűntudatunk van. Amikor bűntudatunk van, itt kell megvizsgálni, hogy miért. Mi az, amit még nem tettünk meg, és ez meg egy kicsit ilyen kvantum nyelvezetű, mi az, amit még nem tettünk meg ahhoz, hogy jól legyünk. Amit ha egyszer megteszünk, akkor elkezdünk gyógyulni. És itt az van, hogy a lélekszerződésben bevállalta a nő, hogy segít ennek meg ennek a karmikus partnernek rálátni dolgokra, megoldani dolgokat, azaz megváltoztatni az életét. Ez a nagy technikán belül minden fizikai síkú beszélgetés nélkül lehetséges. Tehát ez egy alap. Aki ezt csinálja, lehet, hogy ez a másik, ez a férfi itt, ez életre kap, bátorságra kap, nem tudjuk. Most az időségtörés elkezdődött, és ez valami szinten csodás, tehát bibliai idő, ugyanakkor egy nagyon fájdalmas és egy eszméletlen komoly realitásnak ad, vagy ad rálátást. Rengetegen távozni fognak. Páron emelkedünk, ez egy pár millió és milliárdok távoznak. Na most itt, aki nincs nyerekben,
az nem tudja fogni, tudni kezelni. Tehát nagyon fontos a veszteségi traumáinkat oldani. Nem veszítünk el semmit, meg senkit. Ez a hiedelemvilág az emberekben. Azért örjöng az ego. Csak az ego örjöng. A teremtő marha jó van. Ez nagyon fontos tudni, hogy az ego örjön. De csak azért, mert az ő szadista, félmegoldásos világát feltárták. Ha ez a férfi ebben az esetben, most egy példát olyan hoztam fel, hogy ha ez nem akar változni, akkor a nő csinálja addig az önmunkát, a technikát, amíg ő jól lesz, és engedje el ezt a férfit. Ez egy fura dolog. Ez egy fura dolog, mert nem az, és akkor megint jön az ego hirtelen világa, hogy ja Istenem, de hát ha elengedem, kivel leszek? Hagyd már menni, mert a szadista izédet azzal tartod. Lehet ez egy férfi, hogy nem tudom, mi történt, de szabadnak érzem magam. Jól vagyok, vagy jobban vagyok. Szeretnélek meghívni egy vacsorára, utána meg elvenni balira. Tehát lehet, hogy beindul ez a mechanika. Csak annyira görcsösen próbáljuk az életet irányítani, rá erőltetni a saját gondolatunkat a másikra, hogy ezzel, és ezt a tudod, a szívtörés traumáján belül mi megfosztjuk őket a szuverenitásuktól és a szabadságuktól, és erre reagál így az ember, hogy hagyjál már békén. Olyan finom energiák, tehát tudod, jó pár kapcsolat szét fog esni, és most nagyon egymásnak fognak esni a párok, ezt mondtam is a kvantum, a belső csoportban, hogy ki fog jönni ez a nagyon nyers, de már szüretlen maszk nélküli igazság, ami nem igazság, mert az az ego igazsága, de ki kell, hogy jöjjön, mert akkor az ember azt mondja, hogy uha, van mit korrigálni. Jó. Tehát, és akkor ez a nő, vagy el kell engedje ezt a férfit. Ez a férfi most tényleg vagy magához tér, vagy nem tér magához, és akkor őt kísérik tovább azon az úton, amíg ez a nő görcsösen kapaszkodik ebbe, hogy ehhez az illetőhöz, megvan az oka. Valószínű az fog történni, hogy az alacsonyabb rezgésű idősík, idővonalhoz idomítja magát, és ő se fog emelkedni. Ez brutál. Ezt én tudom. De ez az igazság. Hogy tud, hogy hagyd menni, lehet, hogy ő úgy megy el, úgy távozik, hogy meghal, hogy eltávozik a fizikai síkról. Ettől ő még marad velünk, csak egy másik dimenzióban is. Más úton folytatja az ő a kutatását. Tehát ez nagyon fontos, hogy hagyni kell tudni a másikat, szabaddá kell tenni ezt a másikat, és eddig ezt nem csinált az ember. Nem engedtük a másikat békében, szabadon létezni. A mi szabályaink és szerepeink szerint irányítottuk az életet, ami az ego álma, az ego játsza az Istent, és az igazi teremtői béke, bölcsesség és a bőség így nem lehetett, vagy nem jöhetett létre. Még hadd mondjak itt valamit. Most ez föntről jött csak azért. A csillagmagoknak most nagyon észnél kell lenni. Hála Istennek, nekik megvan úgy a szív intelligenciájuk, mint az intelligenciájuk, hogy vannak olyan potenciális összehasonlítások, hogy oké, de ennek meg ennek olyan jó kapcsolata van. Ők vagy háttérszínészek, és fizették őket, tehát teljesen a tudatukon kívül, bosszantásként, az egész ego egy cirkuszos bosszantásból álló világ volt. Ha ezt te tudod, és egy jó attitúd azt mondja, hogy oké, akkor már könnyebb elengedni. Tudd azt, hogy nem csak, hogy nehézé tették az életünket, és ilyen szadista epizódokkal tarkították, hanem még beestettek ellenpéldákat, és arra a hiedelemre próbáltak minket rábírni, hogy ha nem dolgozol magadon, akkor lesz, amire vágysz. Nézd meg. Ő is ezért egyszerű, milyen jó. és ez volt igazán az egész programozás, hogy meggátolni a fény felé haladást,
és ellenpéldákkal olyan hiedelmeket instalálni az emberekbe, hogy ha nem dolgozol magadon, jobban jársz, akkor lesz pénzed, ha túl messze mész a fény felé, akkor hiány lesz, nem lesz sok pasi, de látod, tehát ezeket kell úgy tényleg intelligensen átlátni, azt mondja, hogy oké, van a háromdimenziós világban foganatja, látom, hogy ennek van egy manifestáció, meg egy realitás, amit mi teremtettünk, de mikor az ember azt mondja, hogy nem ebbe szeretnék élni, hanem egy magasabb rezgésbe, beindul a magasabb rezgés. Egy utolsó kérdésem volna még hozzád. Most már ezt azért tudjuk, hogy nálunk nőknél van a labda, és nekünk kell elsőként letenni a fegyvert. Igen. De most szeretném, hogyha a férfiakhoz szólnál elsősorban, vagy azt világítanád meg, hogy azon túl, hogy el kell engedjék a félelmeiket, ugye a nőtől való félelmek, a nő iránt való támadási kényszerüket, és sok mindent, ami az ő traumáikból jön, mit tudnál még a férfiaknak tanácsolni, mert azért mégiscsak csapatjátékosok kell, hogy legyenek ebben az egész folyamatban. Annyira örülök, hogy felhoztad, mert nekem is mondták, hogy erről is beszéljek, de Elkezdődött. az ember. Oké. Ahogy én is osztom meg magam. Nincsenek elvárásaim. Én mindig mondtam, hogy én mondom, amit mondok, akinek tetszik, tetszik, aki nem, nem. De szeretném, hogyha az én üzenetem, és ez már működik, ezt te is látod, segíteni a férfiaknak eljutni egy olyan pontra, vagy adni egy olyan támpontot a férfiaknak, hogy az oké, ha te egy érzelmileg intelligens és talpra esett tökös csávó vagy. Eddig ez nem volt oké. Olyan szeparációban éltünk. És tudod, a legtöbb ilyen spirituális tanítás, nem kedvencem a spirituális közösség, mint Amerikában, Kaliforniában is, hát ne tudd meg, miket láttam, de az a lényeg, hogy mindenki spirituális. Az azt jelenti, hogy az isteni teremtésnek része. Ilyen nincs, hogy a spiritualitás ez meg erre csináltam egy videót. Tehát a férfiak, ahogy én is, bátorságot adok nekik, visszaadok egy rálátást, egy újabb logikát, egy olyan logikát, ami a régi logikának szinte az ellentétje, hogy merjetek kilépni a fazékból, merjetek kilépni ebből a turmixgépből. Nem kell magatokat leredukálni és bántani. A férfinak Lehetséges az, hogy ugye be kell vállalni a végre az érzelmi világát. Ugye erről beszéltek korábban, hogy ilyen kicsit ilyen csere van, hogy most így a nőknek is a logikát, a férfiaknak az érzelmi világot meg kell tanulnia. Igen, de ez az érzelmileg annyit jelent, hogy gyógyítsd meg a traumáidat. Hogy ne a félelmeid irányítsanak, ez az érzelemvilág, hogy ne a te, most a férfiakhoz beszélek, hogy ne az ő lerombolt, leredukált, törött szívű, alacsony önbecsülése ből hozzon döntéseket. Lehet, hogy nem pont idevaló, de beteszem, hogy a szexualitásunk is támadás alatt volt. Ahogy aki olyan csúnya, olyan aljas beszólások vannak, úgy a reklámokban, úgy filmekben, úgy az utcán, hogy ezekkel az energiákkal nem lehet értelmes kapcsolatot teremteni. Most mondok egy csúnyát, de ez fontos, mert ez is egy annyira egy alappszichológiai kapcsoló. Az a férfi, aki kurvázza a nőt, azt mondja, hogy te ez meg ez kurva, te szajha, annak a férfinak ripityára van törve a szíve. Az annyira fél az elutasítástól, az annyira nem érzi magát érdemesnek a nő szeretetére és elfogadására. Ez a szívtörés, elfogadás, elutasítás. Ebben a billenős világban vannak megrekedve, hogy támadja a nőt, mielőtt a nő elutasíthatja őt. Ezt te ismered. Csak mondom a férfiaknak, hogy akik még nem járnak ezen a szinten, hogy nézzetek körül, nem feltétlenül magatokban
kell ezt kutatni, hanem a külvilágban felfedezhetitek ezt a mintát. Tehát mit kell a férfinek csinálni? Békélj meg a férfiasságoddal, engedd el úgy a traumáidat és bántásokat, amik akár férfiaktól, akár nőktől jöhettek, amik téged leredukáltak, amik téged ebben a hamis, illúzió, ego világában tartottak. A legtöbb önmunkát tanító tanítás, azt vettem észre, hogy mikor férfiakhoz beszél, ez az érzelem, hogy te is kérdezsz, az érzem, hogy engedj teret az érzelmének, oké, nagyon fontos. De miért? Nem azért, hogy krokodilkönnyeket potyogtatva, rózsaszín ingbe tudott egymást ölelgessük, hanem azért, hogy legyél tökös csávó. Mert akkor tudsz tökös csávó lenni, hogyha már az érzelmeid nem uralkodnak rajtad. És mit jelent az? Teremtsél a kezeddel, öleld meg azt a nőt, ne félj tőle, adj utat, vagy segítsenek a másik férfi társadnak. Ha valami nem tetszik a nő bánásmódjában, mondd meg a nőnek, hogy velem ne bánj így, kérlek. Ez most egyébként egy megint benne a bolygók állásában, hogy a férfiak most elkezdenek kiállni magukért. A nő ugye mit keres? Egy talpra esett férfit, aki integrált, azt jelenti, hogy az érzelmei otthon van, akire a nő föl tud nézni, akire a nő rá tud bízni dolgokat, és akkor a kettőnek van egy ilyen nagyon érdekes energiai áramlása. A legtöbb férfira azért nem tud felnézni a nő, mert a nő a rengeteg pszichológiai kapcsolat az elvárások mellett, mert a férfi le van redukálva, és már nem mer cselekedni. Fél. A kudarctól fél az elutasítástól. És elmondom a srácoknak, férfiaknak, hogy ha ti nem dolgoztok magatokon, és tényleg bocsájtatok meg úgy a nőnek, mint magatoknak, akkor ti viszitek tovább a régi rendszert, és abból sok jó nem származik. Jó? Nagyon intelligensnek kell most lennünk. És azért mondom én is, a férfiak, nagyon szívesen itt vagyok, nekem vannak férfi klienseim is, férfi diákjaim is. Több nő van, mint férfi, de szeretném, ha ugyanúgy a férfiak is most ráléptnének erre az útra, mert aki nem ezen az úton van, az rosszul van. Most már nincs kecmet. Én mindig is mondtam, tudod, hogy kérem fokrém a tubusból, tessék. És még mindig rosszabb lesz. De csak annak lesz rosszabb, aki nem csinál önmunkát. Most ennyi. Jó, szuper. Helyreállhat a nemek aránya azért hamarosan ezen a téren? Igen, itt össze kell fognunk úgy férfiaknak, mint vezető férfiaknak, mint vezető nőknek. Helyre kell, hogy álljon. Tehát itt olyan balansz hiány van, itt olyan rossz arányok vannak. Jó, minden a legfelsőbb szintről jóvá van hagyva és segítve van, de ugye nekünk a fizikai síkon, ahogy mondtam, én nagyon szívesen segítek a férfiaknak, az én tanítványom, legyen az nő vagy férfi, segítsen a férfinak, vagy segítsen a nőnek. Fel kell egymást bátorítani, hogy ne ebbe a buta, óvodás, leredukált, hisztis világba maradjunk, hanem lépjünk egy érzelmileg intelligens világba. Eddig ez hiányzott. Az ember ez érzelmileg egy borzasztóan, a érzelmi immaturitás, ezt mondtam már többször, érzelmi éretlenségben dagonyázik, óvodás, gondolkodással bír. Brutális kijelentés? Igen, de ez van. És akkor ennek van a fizikai síkon is olyan nagyon fontos lépése, úgy a nőknek, mint a férfiaknak, hogy egy basszus, nem tudom, initiation. Tehát úgy a férfiakat, mint a nőket úgy kell tréningelni, hogy a fiú és a kisfiú és a kislány meghalhasson, és hogy a férfi és a nő megszületessen. Minek hívják azt, hogy initiation? Most én sem tudom hirtelen, de ugye megnézem. Beavatás. 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 Igen, tényleg. Oké, okay, oké. Okay. Tehát amíg nincs beavatás, addig maradunk egy óvodás érzelmi szinten, és az a veszélyes, hogy emiatt van ennyi rossz kapcsolat.
Tehát nagyon fontos úgy ezt a beavatást, ezt hagyni, meghalni a korábbi énünket, és az ember retteg a haláltól, mert azt hiszi, hogy ez a fizikai test végét jelenti, de annyit jelent, hogy egy ego struktúra halálát, azaz elengedem a gyereki, gyermekes, gyereki gondolkodáshoz a ragaszkodásomat. Ez a halál. És ebbe egymásnak segíteni kell, mert Szonya, te nagyon jól tudod, mivel rengeteget kócsolsz, az emberek nem látják a saját mintájukat. Jó, tehát Így van. van dolgunk, szép az út, azért is mondtam többször, valószínűleg már könnyűködön jön ki, hogy alázat, 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 ez nem fog menni alázat nélkül. Ahogy én alázatos vagyok, ez nem azt jelenti, hogy nem szólok be, és kap ezért egy sallert, ha valaki, aki nagy, tolja az észt, de az, én alázatos vagyok, én azt mondom, hogy nekem mondanak föntről. Miért? Hogy a közösségnek jobb legyen. Ez a lényeg. Ne dagonyázzunk a sebzettségében, nem rólunk szól, hanem egymásról. Még hogy mondjak itt, mert jön az info, mint az állat, hogy az új föld az Unity Consciousness, tehát egység tudatosságról fog szólni, és ezt nagyon sokan félre fogják értelmezni kaptár tudatossággal, hogy zümmög mindenki egymás hegyén hátára tizé, ne, nyugodjál le, ne zümmög, menj be, vállald fel azt a pár hét vagy hónap magányt, ami engedélyt ad neked arra, hogy megismerd önmagad. A kaptár tudatosság az halálos, az egység tudatosság az új föld. Csodás végszó, köszönöm szépen. Hát kaptunk rendesen ismét elmélkedni valót, és Igen. dolgozni valót saját magunkon, és én nagyon remélem, hogy meg fogják fontolni a hallgatók és a nézők a szavaidat, mert én saját tapasztalatból tudom, hogy minden, amit jól megfontoltam és bevittem a saját életembe, az csak a javamra vált. Igen. Köszönöm szépen, Robi, még egyszer nagyon hálás vagyok neked, köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hát csodás további napot, vagy estét kívánok mindenkinek, és neked is, Robi. Szia! Szia, köszönöm én is.